GPT-4 Vision meg a Giga Ultra teszt első rész. 2023. szeptember 25-én az OpenAI bejelentette két új funkció bevezetését, amelyek kiterjesztik az emberek interakcióját a legújabb és legfejlettebb modelljükkel, a GPT-4-jel. Lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyünk fel képekkel kapcsolatban, és a beszédet bemenetként használhatjuk. Ez a funkció jelzi azt, hogy a GPT-4 multimodális modellé vált. Ez azt jelenti, hogy a modell többféle beviteli módot támogat, szöveget és képeket, ezeket el tudja fogadni, és ezek alapján ad vissza számunkra eredményeket. Amúgy a Microsoft az OpenAI-ra együttműködve kifejlesztett Bing chatje és a Google Bard modellje is támogatja ugyanígy a képeket bemenetként. Ebben az útmutatóban megmutatom a lehetőségeket, letesztelek rengeteg funkciót, kísérletsorozaton megyünk végig, hogy teszteljük a GPT-4 Vision-nek a működését, megmutatva, hogy hol teljesít jól a modell, és hol ütközik nehézségekbe. Természetesen ugye az eredmények változhatnak a feltett kérdésektől és a promptban használt képektől is. Mi is ez a GPT-4 Vision? Ez az OpenAI által kifejlesztett multimodális modell. A GPT-4V, ugye így írjuk, lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy képet töltsön fel bemenetként, és kérdést tegyen fel a képek kapcsolatba. Ez most már elméletileg elérhető a webes felületen is az előfizetők részére, illetve az iOS-es alkalmazásban már megjelent, ott láttam, valószínűleg az Androidos alkalmazásban is már lehet, hogy elérhető többeknek, vagy elérhető lesz. De ugye mindenféleképp előfizetéssel kell jelenleg rendelkezni hozzá, hogy lehessen használni. Itt van a bejelentése az OpenAI-nek, ez a szeptember 25-i bejelentés, ahol bemutatják a beszéd, felismerés, illetve ugye azt, hogy tulajdonképp asszisztensként működik a ChatGPT, és beszélgethetünk vele, illetve itt van a képfelismerés rész, itt pár példát levezetnek, hogy mire lehet használni, de mi konkrét példákon megyünk végig, rengetegen. Lássuk is, hogy akkor mire képes. A teszteket úgy fogom végrehajtani, hogy a Synapsis professzort bekapcsoltam. Ez egy különleges kis professzor, aki segít nekem a Custom Instruction-ben, amit itt lehet beállítani, majd erről készítek egy videót, hogy mire is jó ez. A lényeg, hogy tulajdonképp irányítani tudjuk a ChatGPT-t, meg tudjuk neki mondani, megváltoztatni, hogy hogyan viselkedjen a modell, és hogyan reagáljon, és hogyan próbálja meg segíteni a munkánkat. Röviden ennyi. Nézzük akkor az első tesztet. Az első teszt az egy nagyon egyszerű teszt lesz. Az első 10 teszt arról szól, hogy vizuális kérdés-választ teszünk fel. Mit lát a képen? Ilyen egyszerűt, próbálj meg felismerni egy nagyon egyszerű fotókat, hogy mik láthatóak rajta. Az első egy szimpla, egyszerű fotó. Kiválasztjuk ezt a képet. Mi látható a képen? Jól látjátok, hogy mi van rajta, ugye az ismert szereplő van a galaxis őrzőiből, és van egy felirat a táblán, amit tart a kezében. Jó, igen, megvan, hogy Groot, ugye Marvel Universe, Guardian of the Galaxy filmből van, és a Love Nature feliratot tartja. Tökéletes a válasz, felismerte. Még leírja azt is, hogy milyen a háttér, meg milyen környezetben található meg. Jó, ott megváltoztatjuk, megmondjuk neki, hogy lehetőleg ezentúl magyarul beszéljen. Jó. Kis professzor varázslóm közlés, hogy persze magyarul fog beszélni ezentúl. A következő egy bonyolultabb lesz. Egy olyan fotót töltünk fel, azt mondja, hogy a kérdés az az, hogy mi van a bekarikázott üvegben, meg is mutatom így a fotót. Látjátok, itt ezen a fotón van egy vizes palackunk, van egy sör, és itt van egy pohár, amiben látszólag víz van,
és meg fogjuk kérdezni, hogy ebből mi ez az objektum az egyes, mi a kettes objektum, és vajon melyik található ebben a pohárban. Tehát azért, mert ez egy elég összetett feladat. Jó, lássuk, hogy... és persze, mikor mondaná azt, hogy nem akar promptot, vagy visz választ generálni. Szedd össze magad. Ja, oké, megy a professzornak. Kicsit lassan. Egész nap ilyen kis döcögősen megy, szerintem megint az van, hogy amikor bevezetnek valami új funkciót, akkor ráugrik több 10 millió ember, és a szerverek nem bírják. Object van, egy palack, amelyben víz látható, mivel kondenzálódik a palack külső részén. Azt a mindenit. Egy zöld üvegben lévő ital, valószínűleg sör, mivel a címkén magna és szervezze van, ami sört jelent a spanyolul, söröt. Oké. A bekarikázott üveg a második objektum, tehát a válasz a bekarikázott üvegben valószínűleg sör van. És ez a második objektum. Hát ez most nem jött össze. Az elejét azt nagyon jól megfejtette. Ja, mert hogy a nyíl oda mutat a második objektumra. Aha. Lehet, hogy az a nyilat. Ne vedd figyelembe a sárgával bekarikázott objektum esetén. Mi van benne? Szerintem a nyilat figyelembe vette, ugye úgy néz ki, mintha sárgától mutatna a nyíl a sör felé. Elnézést kérünk, meglátjuk, hogy így rájön-e, hogy nem sör van benne. De nagyon jó kiokoskodta, ugye, hogy valamelyik a két palackból kell, hogy benne legyen folyadék. A sárgával bekarikázott objektum egy üres pohár. Na, most meg üreset lát. Tehát látjátok azért, hogyha az egy jól látható objektum, akkor... főleg felirattal, akkor tökéletesen tudja azonosítani. Ha csak ilyen félig meddig látható, mint ez a pohár is, akkor nem tudta beazonosítani, hogy most mi is van benne. Először sörre tippelt, mert hogy ez a nyíl ugye arra felé mutatott, utána meg azt mondta, hogy üres, tehát a vizet nem látta benne. Ez ilyen félig sikerült. A következő egy mém lesz, megkérdezzük tőle, hogy ez miért vicces ez a kép. Miért vicces ez a fotó? Csak gépelni kéne, nem tudnom. Pedig most korán van. Lássuk, hogy fel megérti-e ugye a mémnek a lényegét, hogy ez egy kutya, báránybőrben. A kép humor abban rejlik, hogy egy kutya látható benne, amelyet úgy öltöztettek fel, hogy bárányként nézzen ki. Igen, ez tökéletes eddig. A kép feliratta, amikor a főbérlőd azt mondja, hogy nem szabad kutyákat tartani. Arra utal, hogy ezzel a bárány jelmezzel megpróbálják a kutyát rejtett állatként bemutatni. Hogy a főbérlő ne tiltakozzon a kutya jelenléte miatt. Hát ez kész, ez tökéletes, ez tökéletes. Megértette a mémet, elmagyarázza a humort, hogy miért vicces. Nagyon jó. Kreatív. Igen. Az ellentétben és a kreatív megoldásban rejlik, hogy megkerülik a szabályt. Tökéletes. Nagyon jó. Menjünk tovább. A négyes kérdés az... Hoppá, ez lesz. Milyen pénz ez? Látjátok, ez egy 1882-es pénzérméről egy fotó. Milyen pénz ez. Numizmatikusoknak ez lesz a legjobb dolog, amit valaha az életben kaphattak, bár őknek valószínűleg fejből is elég nagy tudása van, azért nem jön rosszul, hogyha egy fotót elő és azonnal megmondja valami, hogy szerintem ez az, és lássuk, hogy mi ez. Igen. A képen látható érme egy amerikai ezüst dollár, amelyet az 1880-as években vertek,
Érmi látható profil, egy allegorikus ábrázás, mert szabadságot jelképezi, fején, ilyen tökéletes. Jó. Elhisszük, ez teljesen jó. Ez teljesen jó. Oké. Igen, ami azt jelenti a felirat, hogy Egyesült Államok nemzeti mottója. És azt jelenti, sokból egy. Tökéletes. Ezt eltalálta. Menjünk a következőre. Itt lefotóztam több magyar pénzérmét, és meg fogjuk kérdezni tőle, hogy mennyi pénzünk van. Vajon össze tudja adni, felismeri-e ugye először is, és utána össze tudja adni ezeket. Jó, nem kell tovább folytatnia. Nézzük tovább. Mennyi pénzem van? Először ugye azonosítania kell a pénzérméket, majd meg kell tudnia oldani az egyszerű matematikai feladatot, hogy összeadja ezeket. Két 50 forintos érme van, így van, tehát a 100 forint egy 20 forintos érme van, tehát 20 forint egy 5 forintos érme, tehát 5 forint, igen, egy 100 forintos érme, tehát 100 forint, 200, 100 meg 20 meg 5 meg 100, az egyenlő, bum, kész, 225, tökéletes, tökéletes. Milyen pénzérme ez? Igen, felismeri, gondolom, ha az 1882-es pénzérmét felismerte, akkor nagy veszélyeséggel felismeri, hogy ez egy magyar érme. Tökéletes a válasz. Menjünk tovább. Hát eddig nem sok mindent rontott, eddig nagyon-nagyon jó. A következő, amivel megpróbáljuk megfogni, berakunk neki egy filmjelenetet. Mondja meg, hogy ez melyik filmből van. Oké. Jön a következő. Melyik? Kérdezzük meg inkább, ne is az, hogy melyik film ez, hanem ez egy jó film? Kérdezzük meg így. Lássuk, hogy képkockáról képkockára ismeri a filmeket. Bár ez egy elég ikonikus jelenet, ugye ez a tánc jelenet a Pulp Fictionben, de hát kész, Pulp Fiction, tudja. Igen, ikonikus jelenetét látjuk. Most mit mondja, beszélni se kell, úgyis leírja, most már csak össze kellene kötni a felolvasóval is, mert azt is meg tudnám mondani, készít egy videót helyettem. Tarantino rendezett, 90-es évek egyik legmeghatározóbb alkotásnak számít, és számos díjat nyert, így van. Kritikai elismerés, igen, gyakran említik a modern amerikai filmek között, mint egyedülálló és innovatív alkotás. Sokan nagyon jó filmnek tartják. Igen, tehát nem ő mondja ezt magára, hogy ő szerinte jó, hanem mások ezt mondják. Jó. Kifinomult párbeszédek? Hát van benne egy pár érdekes párbeszéd, az biztos. Oké. Kérdezzük meg, hogy mi az IMDB pontszáma. Nézted már ezt a filmet, vagy tervezed megnézni? Aha, beszédbe akar velünk elegyedni, de mi most nem fogunk. Konkrét kérdéseket teszünk fel neki, haladjunk. Sajnálom, de jelenleg nincs közvetlen hozzáférésem az IMDB adatbázisához. Ugye nincs, mert hogy ez nem abban a részében van a ChatGPT-nknek, ami összeköttetésben van az internettel. Az utolsó frissítése, még a film az IMDb magas pontszámmal rendelkezett, közel vagy felett a 9 pontnak, ugye 2022. januári jelenleg a GPT-4-es modellnek az adatbázisa, tehát annak az értékét tudja visszamondani. Látogassunk el a weboldalra, így van. Ha megnézzük ugye a New Chat-nél, ugye ez az alap default kiválasztva, akkor látni itt ezt a kis ikont, hogy képet tudunk csatolni. Ha kiválasztom a Browse with Bing-et, akkor eltűnik, tehát amikor az interneten keresünk, akkor nem tudunk képet megadni bemenetként. A
ugye a régi kódinterpreterrel, az ADA-val, azzal a fájlt fel tudunk tölteni bármilyet, és van a pluginek használata, ott megnézzük, hogy lehet használni, ott sem lehet sajnos képbemenetet használni a plugineknél. Reméljük, hogy ez változni fog, míg a internetes böngészőnél nem lenne rossz, és a plugineknél ott jól jönne. Oké, menjünk a következőre, ez tökéletesen jó volt, ugye a félig, hát mondjuk egy picit, annyit nem mondunk le tőle, annyi, hogy az internethez nem tud csatlakozni, de ezt tudtuk, hogy ez a részen nem fog menni, és a prompt néha egy csomószor csinálja, néha vagy csomószor, de hogy nem jön vissza a chatablaknak a szövege. Oké, a következő, amit megnézünk, hogy felismere egy városrészletet, amit valahol fotóztunk, csak elfelejtettük, hogy hol is fotóztuk azt a szobrot, vagy templomot, bármit. Nézzük meg, hogy felismerje, hogy mi van a képen. Mi a helyiség. Oké. Hol van ez? Nem cifrázzuk. Egy kérdőjelet se írtam be. Ez a Hősök tere. Kész. Ennyi. Tudja. Budapesten, Magyarországon a tér az egyik legismertebb és leglátogatottabb helyszín a városnak. Kérdezzük meg azt, hogy vajon melyik évszakban készülhetett a fotó? Vajon erre tud-e válaszolni? Melyik évszakban készült a fotó? Ugye ehhez meg kell néznie, a fákat látni fogja, illetve az emberek öltözékét, szerintem ebből le fogja vezetni a számunkra, hogy az emberek rövid nadrágban vannak, hogy valószínűleg nem télen készült. A kép alapján észlelhető információkat figyelembe véve, a napfény elég sok évszakban van, ég a fák levelei, emberek ruházata, tökéletes. Úgy tűnik, hogy a fotó tavasszal vagy nyáron készült. Hát most azt hiszem, hogy ősszel is készülhetett volna, mert annyira meleg volt, és még a zöldek voltak a fák, de valószínűleg inkább tavasz vagy nyár. Igen, növényzet zöld életteli, ami melegebb ideásra utal. Tökéletes a válasz. Elfogadjuk. Menjünk tovább. Van egy növényünk, amit szeretnénk gondozni, csak nem tudjuk a nevét se, és azt se, hogy hogyan kell gondozni, vagy ha tudjuk a nevét, akkor nem tudjuk, hogyan kell gondozni. Leggyorsabban fogjuk, feltöltjük a fotóját, és megnézzük, hogy tudja, hogy mit kell ezzel csinálni. Milyen növény ez, és hogyan kell ezt gondozni. Hogyan kell gondoznom? Mi ez a növény? Ez egy leander amúgy. Direkt úgy csináltam meg, hogy a fájlok neve az nem árulkodik arról, hogy milyen tartalma van, tehát mindegyiket úgy neveztem el, hogy 1-es, 2, 3, 4, 5, 6, stb. Tehát, hogy még véletlenül se legyen benne. Hát, ha a képen látható növény az oleander nevű díszcserje, az oleander a sivatagos és szubtropikus területekről származik, tökéletes. És már írja. Hova lett a magyar nyelvem? Eltűnt. Napfény. Az oleander szereti, ugye a leander szereti a napfényt, ültesse napos helyre, öntözés, mérsékelt, tökéletes. Elismerte. És azt is elmondja, hogy hogyan kell gondozni. Nagyon egyszerű. Csak egy fotó kell hozzá. És látjátok, nem egy ilyen full profi fotó beállítva a stúdióba, minden. Egyszerűen csak lőttünk egy fotót az erkélyen, és utána már meg is mondja nekünk, hogy milyen növényezés, mit kell vele csinálni. Próbáltam amúgy már állatokkal is, azt most pont nem hoztam ebbe az első 20 kérdésbe, azt nem ismerte fel a sáskát, mert teljesen más állatnak nézte. Lássuk a következőt.
Környezetismeret, feladatmegoldás. Ebből hármat is hoztam, ez egy harmadik osztályos tankönyvből van. A legelső feladat az az lesz, hogy itt van négy sor, a négy sorban vannak különféle objektumok, és fel kell ismerni, hogy melyik a kakukk tojás az adott sorban. Nézzük meg, hogy ezt tudják kezelni, ugye itt rengeteg objektum van, amit fel kell ismernie, tehát nagyon sok képi elem, ugye azt is le kell kezelni, hogy mit jelenthet az, hogy egy sorba vannak, és fel kell ismernie, hogy miért kakukk tojás az a bizonyos elem. Jó, nézzük meg. Egy pillanat. Jó, tehát próbálom nagyon egyszerűre venni a kérdést, nem túl bonyolítani, nem segíteni neki, egyszerűen csak beírom azt, hogy mi a kakukk tojás az egyes sorokban. Nem segítünk neki, találja ki azt, hogy mit jelent az, hogy kakukk tojás, meg mit jelentenek a sorok, erre próbálj meg ő rájönni. Ugye ezt látjátok, egy ilyen rossz fényviszonyok között készült fotó, ráadásul ugye nem pont felülről fotóztam, hanem így bizonyos szögből, hogy meglátjuk, hogy mit talál ki. Képen látható objektumok alapján. Elsősor a kaktusz, mivel a többi élőlény, az nem jó válasz. Mert hogy a kaktusz is. Ott a kesztyűt kellett volna választania. A második sorban a laptop, mert a többi természetes tárgy vagy élőlény. Hú, ez nagyon rosszul sikerült. Teljes, ez nagyon érdekes, mert én ezt egy órával ezelőtt, amikor feltettem, akkor mindenre jól válaszolt. Lámpa, mert a többi képen állatot ábrázolnak. Nem tudta, ha nem látja valamiért a sorokat, nem érzékeli. A fiú, mivel a többi növény, az jó, akkor mondjuk meg neki azt, a sorokat a zöld vonal határolja. Kicsit pontosítsuk a promptot, hát ha segít neki. Megértettem. Jó, tekintette a zöld vonalakkal határolt sorokra. Első sor. Most már érti. Jó, akkor itt probléma volt azzal, hogy mit is jelent az a sor. A kesztyű, mivel az egyetlen nem élő tárgy, míg a többi élőlény. Így van, tökéletes válasz. A második sorba, az ott nem lesz jó, a lámpa, mert a többi természetes tárgy vagy élőlény. Természetes tárgy a cipő. Az itt nem sikerült. Harmadik sor, a fiú, mivel a többi képen növényt ábrázolnak. Az jó, de az nem a harmadik sor, hanem a negyedik. Csináljuk azt, hogy megnézzük ennél a feladatnál, hogy nyitunk egy teljesen új chat ablakot, hogy hát ha számít az, hogy valamit már beszéltünk előtte. Hát ez megzavarja a kis lelkivilágát. Ezt kitörlöm, erre nincs szükségünk, nyitunk egy új chat ablakot. Feltöltjük ezt a fotót. Milyen kakukk tojás az egyes sorokban? Lássuk. Igen, most persze elsőre mindig a szinapszis professzorom angolul válaszol, majd mindjárt kikényszerítjük, hogy magyarul válaszoljon. Igen, ez egy magyar játék. Kakukk tojás. Kukószeg. Igen, ez az odd one out. Igen, angolul. Oké, kicsit lassú, de megvárjuk. A szinapszis professzor készen áll. Oké, lássuk. Old meg, magyarul válaszolj. Aha, most megkérdezte, hogy mi legyen a kritéria. Találd ki saját magad.
Jaj, az old meget 2D-vel írjuk, bocsánat, ezt elírtam. Természetesen sajnálom a félreértést. Nézzük meg a képeket soronként. Jó, lássuk. Első sor, oké. Igen, tehát ez kellett neki, hogy nyitottunk egy új csetablakot, és most már Synapsis professzor is rendesen segít, és nem csak egy szóval válaszol. Nyúl, kaktusz, gyík, kesztyű, nyúl, kaktusz, gyík, kesztyű, tökéletes. Kesztyű a kakukktojás, mert ez az egyetlen tárgy, teljesen jó. Laptop, sündisznő, cipő, lámpa, tökéletes. Igen, sündisznő, kakukktojás, mert ez az egyetlen élőlény, tökéletes. Oké. Ebből is tanultunk valamit, új csetablakot kell kezdeni, az a legbiztosabb, mert akkor nem zavar be az előző. Zebra, pillangó, fa, macska, fa, kakukktojás. Igen, mert hogy ez az egyetlen nem élőlény a sorban, a fa. Hát inkább azt mondanám, hogy nem állat. Jó, igen. Akkor mi van még? Gyerek, bokor. Bokor? Tényleg bokor, ezt felismerte. Az előzőleg úgy ismerte fel, amikor én teszteltem, hogy fa. Kukorica, növény. Igen. Kukorica, kakutás, mert az egyetlen tárgy ebben a sorban, amit meg lehet enni. Brrrr. Ajajaj, a kukorica tárgy. Mit mond a szinapszis professzor? A kukorica tárgy lenne? Tényleg ennyire butos? Hoppá! Hoppá! És hoppával kér elnézést, azért ez elég természetes. A kukorica természetesen nem tárgy, hanem egy növény. Hát igen. Tehát nagyjából jól válaszolta meg a feladatokat, de nem lehet rábízni azért még az életünket. Tehát, hogy igen, a negyedik sorban a gyerek a kakukktojás, mert ez az egyetlen. Élőlény a sorban. Mind élő. Aha, jó. Többiek, növények. Jó. Oké. Na nézzük tovább. Következő. Optikai karakterfelismerés. Ja nem, még van környezetfeladat. Bocsánat. Ha már itt maradtunk a környezetnél, szerintem ez nem fogja bezavarni. Következő a kérdés, amit felteszünk neki. Jó, lássuk. Melyik élőlény mivel táplálkozik? Mindenkihez egy tartozik. Magyarul válaszolj. A táplálék a zöld vonaltól balra látható. Ennyit azért segítsünk neki, hogy mert ugye a mókus is lehet táplálék, a jobb oldalon meg a macska attól függ, hogy mi akarja megenni, bár mókus nem feltétlenül eszünk, bár vannak olyan országok, ahol szeretik a mókust megenni. Én nem szeretném megenni, mindig itt szaladgál a kertben rengeteg. Értem, az ételek és élőlények párosítását kell megoldanom, nézzük meg, ki mivel táplálkozik. A mély táplálkozik a virágok nektárjával. Ez nagyon jó fejség amúgy tőle, azt az előbb is megfigyelhettétek, hogy a fő válasz, tehát azt kiemeli nekünk, és félkövérrel írja. Ez nagyon jó. És milyen jó, a szinapszis professzor miatt van amúgy ez, akit beállítottam segítőnek, hogy ilyen kis ikonokat rajzol oda a szövegekben, rajzolt egy rágcsálót, egy kis egeret kaptunk ikonként. Igen, a rágcsáló olajos magvakat tökéletes, az őz ágakat tökéletes. És amúgy nagyon jó tanít is, mert ugye akár plusz információkkal is ellát minket, tehát nem csak leírja a két szót, hanem plusz infókat is ad. Negyedik, a szendvics nem élőlény. Igen, de a lányka képen talán éppen a suliba készülődik, amúgy valóban ott vannak a mappák a kezébe, ahol a szendvicset eszik ebédre. Így a lányhoz a szendvics tartozik. Tökéletes. Nagyon jó. A macska... Igen.
Gyakran vadászik kisebb állatokra, mint például a rágcsálókra. Tehát a macska jó, mindenre válaszol. Nagyon jó. Ez jól sikerült. Akkor jön a következő környezetfeladat. Ha itt már egy hatodikat talál, igen, mert itt... Aha. Igen, aha, itt a rágcsáló meg az olajos magvak. Azt a kettesbe őt nézte rágcsálónak, csak ugye megmondtuk, hogy a bal oldalon van a táplálék, tehát ott nem az van, aki megeszi a másikat, de jó, elfogadjuk el neki. A mókus is szereti az olajos magvakat, de mivel a diót már párosítottuk a rágcsálóhoz, itt talán hiba csúszott a játékba. Ó, majdnem jó, ez lett volna tökéletesen jó válasz, és a rágcsáló volt az, ami hiba volt, de elfogadjuk neki. 90%-a pontossággal jó válaszolt. Utolsó környezet ismeret feladat. Ez pedig... Itt is szerintem kakuktojást kell keresni. Igen, így van. Azt mondja, mi a kakuktojás az egyes sorokban a sorokat? Zöld vonal határolja. Ugyanezt megadjuk neki. Kicsit gyorsabb is lehetne, mert így nagyon hosszú lesz ám a videó, hogyha ennyire lassan generál. Érdekes képek ezek. Milyen meglátásai vannak. Nézzük meg a sorokat. Rágcsáló. Oké. Talán mormota vagy préri kutya. Igen. Róka, vaddisznó, kis cica. Kedves, hogy nem macskát ír, nem kis cicát. Kis cica a kakutás, mert az egyetlen házi kedvenc a sorban. Tökéletes. A többiek vadon élők. Igen. Bagoly, liba. Pulyka, ugye felismerte, nagyon jó, pedig nem jó minőségű a kép. Tyúk, a bagoly a kakukutás, egyetlen ragadozó, madár a sorban, még a többiek, növényevők. Ez is de jó válasz, nagyon jó válasz. Remélem tudtam segíteni. Tökéletesen segítette. Menjünk tovább a következőre. Az optikai karakterfelismerés lesz a következő tesztünknek az alanya. Méghozzá egy kerékgumit próbálunk meg beazonosítani. Ezt, hogy mi található rajta. Ugye ez nem vízszintesen írt szöveg, tehát itt ez eléggé bonyolódik. Ez egy tökéletes termékkép, valószínűleg nem fotó, hanem úgy generálta a Continental, de ugye nehezítésként ott van az, hogy itt a szöveget nem vízszintesen írtuk, hanem például itt a nagy része fejjel lefelé van, vagy oldalt, meg ilyen kör alakban. Nézzük meg, hogy ezzel mit kezd. Nyissunk új csetet. Kerék. Jó. Mi ez, és milyen feliratok találhatóak rajta? Mit jelentenek ezek a feliratok? Ez egy komplex kérdés lett volna, ha ő is válaszolni akart volna. De reméljük, hogy most újra veszi a fáradtságot, és megpróbálja elemezni. Jó. Úgy látom, hogy egy autógumi, ez megvan. Tehát a legnagyobb egységet felismerte. Jó. A feliratok gyakran információkat adnak a gumi méretéről, típusáról, egyes specifikációról. Engedj meg egy pillanatot, hogy hívjak, ez a szinapszis professzor. Alapesetben nem így beszélne a ChatGPT. Hív egy autógumi szakértőt a számunkra. Nagyon bírom ezt a szinapszis professzort, mert mindig olyan vicceseket beszél, hogy kiket hív meg. Igen, az kirakott egy kis autóikont. Nagyon jó. Az én területem az autógumik és azok jelölései. Látom, hogy a gumi van kontakt. Igen, Winter nevű modell, Continental márka téli gumia. Igen, feliratok... között található információk, a gumi méretér, nyomás, terhelési kapacitás, sebesség. Tovább esetleg bizonyos minőségi, minden felsoroltál, de még nem láttad a feliratot. Néhányat megpróbálok értelmezni. Az jó lenne. Tehát ezt a 205x75 R16C-t, ha már értelmezi, az jó lenne. Megvan a modell neve, igen, téli gumi, oké, Continental, a gumi gyártója. Ez perfekt.
Más számok és jelek. Ez a gumi méretére terhelési. Igen, csak próbáld meg beolvasni, ezt várjuk szépen. Kérjük szépen, olvasd be. Nem, most megint kérdez. A többi számot és jelet olvasd be. Jó. Hát elírtam, de elég sűrűn elírja az ember, amit ír, de nem zavarja a ChatGPT, tehát a étet írtam, és helyett abból ő tudni fogja, hogy mire gondoltunk. Jó, oké, próbálj meg minél több információt kinyerni a képből. Jó, oké. Ugye már a Continental, hát mondjuk, lehet, hogy ebből tudta a típusból, hogy ez egy Continental, tehát nem biztos, hogy el tudta olvasni ezt a nagyon ferdes szöveget, de mindjárt kiderül. Igen, az alvágokat értelmezi. 107 per 105 R. Hát ilyet meg hol lát? Ugye megnézzük nagyba. 107 per 105 R. Én ilyet nem látok, ez teljesen másik szám. Igen. /65. Ez a gumi mérete. Az jó. Az jó. A 205 per nem jó. Mert az nem 65, hanem 75. C betű. Igen, itt a végén van egy C betű, azt felismerte. Kis haszonjárű, meg kis terület a gumiánál. Oké. Hát, ez felemás. Hát azt kell, hogy mondjam, ez nem sikerült. Ugye itt nagyon sokat téveszt. Igen. M plusz S, valahol van benne egy M plusz S, itt van egy MS, tényleg, itt van egy MS felirat, ezt megtalálta. Érdekes mód, mert ez sokkal kisebben van írva, mint ez a nagy, amit nem tudott rendesen beolvasni. Aha, sár és hó jelentése van az M plusz S-nek. Nagyon jó, valóban, hisz téli gumiról van szó. Mit adjunk neki? Sokat tévesztett, mondjuk azt, hogy ez most annyira nem sikerült. Valamennyire kapizsgálta, de nem sikerült tökéletesen. Menjünk tovább, adjunk be neki akkor most egy nyomtatós betű szöveget, ami nincs cifrázva, ezt le-screenshotoltam egy magyar cikkből, nézzük meg, hogy a sima cikket azt kezeli, ha csak lefotózunk valami szöveget. Mi ezen a szöveg? Nem feltétlenül volt annyira magyaros mondat, de reméljük, hogy ez nem okoz számára gondot. Bemutatott szöveg Vance Markára és énnak jelenlegi helyzetéről szó. Tökéletes, egyből fel is ismerte, hogy mi a szöveg rajta, és már össze is foglalja számunkra. Igen, ami a híres deszkás kultúrában. Tökéletes. Szövegekben az író kifejti, hogy nagyon jó, nagyon jó. Tökéletesen dolgozik. Következő. Térjünk át a matematikára, ugye ugyanúgy OCR, tehát karakterfelismerés. Van egy matek feladatunk, amit szeretnénk megoldatni vele. Itt, ha jól emlékszem, az érettségi példa volt. Itt van egy húrtrapézunk, meg vannak adva adatok, ugye itt van egy rajz, amit meg kell próbálnia elemeznie, és megmondjuk neki, hogy számítsa ki a trapéz szögeit, bár lehet, hogy azt kell, hogy levágjuk az alját. Ezek nem kellenek, csak a teteje elég lesz. Mindjárt levágjuk. Ez így elég lesz. Mondjuk így. Oké. Menjünk át a ide nyitunk egy új chat ablakot, feltöltjük a matematika feladatot. Old meg, nem cifrázzuk, ismerje fel, oldja meg ezt a matematika feladatot. A megoldás amúgy az lesz az A feladatnál, hogy 53,13 fokos az egyik trapézszög, és a másik, a fentiek, az 126,87 fokos.
Most ezt hagyhatjuk angolul, nem probléma. Mi is csak a számokra vagyunk kíváncsiak. Bár most ugye le fogja lépésről lépésre vezetni a megoldást. Egy kicsit beletekerek, hogy ne kell annyit várnatok. Elég hosszúra sikeredett, amíg számítgatott, osztott, szorzott, minden számított, teljes butaság lett a vége. Úgyhogy a két-háromszög területének aránya végtelen, ott 2,5 volt amúgy a megoldás. Tehát ugye az ABC, tehát itt az ABC-vel összekötjük, ennek a háromszögnek, meg az ACD háromszögnek az aránya, az 2,5, szerinte végtelen, úgyhogy ez nem sikerült, a szögeket se számolta jól ki pontosan. Látszik, akkor még egy ekkora bonyolultságú feladattal nem tud elbánni. Azt amúgy felismerte, hogy itt mi van, az adatokat is felismerte, de valahogy a képet nem tudta rendesen lekezelni, pedig mondjuk itt volt minden adat, amiből számítani tudott, de már az első számításokkor is tévedett. Menjünk tovább, akkor adjunk neki egy egyszerűbb matek példát, itt van ez. Ez egy alsós tankönyvből van, nézzük meg, hogy az alsós tankönyvvel megbirkózik-e. Old meg az első 10 példát. Nem kell az egészet, az első 10-et oldja meg. Ugye ott van egy szöveg is, pótold az összeadásokba hiányzó számokat, használhat segítséget, ugye ezt valószínűleg értelmezni fogja, el tudja olvasni, hogy mi van, tehát tudni fogja, hogy a négyzetekbe kell behelyettesíteni. Ugye a számokat hívjuk segítségül az összeadásmestert. Összeadásmester. Az nem anyakönyvvezetőnek hívják az összeadásmestert. Jó, oké. De jó kis ikon talált. Ez, mi akar ez lenni? Ezek tankönyvek talán? Oké. Jó. Fel kell ismerni a számokat. Ez az első probléma valóban. Meg kell találni a hiányzó számokat. Oké, meg kell ezt 10-szer ismételnie. Tökéletes. Jó, lássuk, hogy sikerült ezt megoldanod. Oké, kezdje az első problémával. H0. Mi a H0? 9 plusz valami 18, a hiányzó szám 9. Jó. Ja, hogy H1 lehet, hogy úgy, mint hiányzó 1, vagy... nem, itt most angolul beszél, mi akar lenni a H? Mindegy, 8, meg valami, az 18, ezt közben nézem a másik. Igen, 8, meg valami, az 18, 7, meg valami, 18, 6, meg valami, 18, igen. Nincs hiányzó szám, 8, meg 7, egyenlő 15, a harmadik. Hűha. Elég nagy tévedés van, hogyha egy függőlegesen megy lefelé. Lehet, hogy nem érti, hogy ez így van írva, és az egymás alatti kettőt nézte, tehát így, hogy 8 meg 7 lehet. Ez itt nagyon zűrzavar. Ez teljes zűrzavar. 0 meg valami egyenlő 19. Ráadásul ez 18. Itt van 0 meg valami 19, de hogy ezt miért gondolta, hogy ez a tizedik feladat? 1 meg valami 1-el 19, a hiányzó szám 18. Igen, ez itt van. 2 meg 19, igen. Hát eléggé ugrál össze-vissza, tehát nem feltétlenül tudta megállapítani, hogy most akkor melyik feladatot akarja megoldani, de... ugye nem is feltétlenül érezte rendesen, hogy most oda az üres négyzetbe kellene beírni a számot, tehát itt ez például ugye hiány, ez rossz volt, ez is rossz volt, erre nem adok neki az egyes, ez nem működik. A matek felismerés az jelenleg szerintem nem jó. Esetleg, hogyha csak egy darab összeadás lett volna a fotón, de hát arra meg miért használnánk ilyet? Amúgy is rendesen kell megtanulni számolni, nem ilyen képmegoldóval, nem a GPT Vision-nel, de ha csak ellenőrizni szerettek volna a feladatokat, azt sem tudjuk sajnos megtenni vele. Nagyon hosszúra nyúlt már a videó, úgyhogy szerintem egy utolsót beteszek még, a következő a 15. Itt detektálnia kell, hogy mi látható a képen, és XY koordinátával meg kell mondania, hogy hol látható a kutya a képen.
Itt a kutyus, egy beagle. Jó, és a felirat. Keresd meg a kutyát a képen, és add vissza nekem a befoglaló keret koordinátáit. Befoglaló, legyen doboz. Koordinátáit. Jó. Körülbelül, ahol a kutya feje van, és hogyha befoglalót rajzolunk, akkor az körülbelül, mennyi ez, lássuk csak, az kb. 300 az x értéke, és 140 az y. Gyere, meglátjuk, hogy ez sikerül-e neki. Jó, tehát ugye megtalálta a kutyát, csak így százalékosan írta ki, hogy a kép hány százalékánál kezdődik körülbelül. Megadtam neki a kép méretét, 1600x1057 pixel, és azt mondja, az x az kezdeti 80, az y 105. 80 és 105. Lássuk, idehozom. 80, 105. Hol a... Hát ez nagyon nem az. Ez körülbelül itt van. Ez nagyon-nagyon erős befoglaló. Hát nagyon, nem itt van a kutya feje. Lássuk a végét. 1520-szor 951. 1520. Az meg itt. Ez nem jó. Ez nem jó, ráadásul az 1551-gel hát, pont belefért a lába, de ha ide megyünk, körülbelül így volt, ugye sokkal-sokkal nagyobb befoglaló keretet rajzolt, mint amit kellett volna, úgyhogy ezen is megbukott. Ez nem sikerült. Ennyi lett volna most az első részben, nem akarom tovább vinni a videót, mert már így is 47 perces lett, aztán a végén még így bealszhatok. Mit gondoltok, hogy mennyire volt sikeres ez a teszt? Mennyire értékelhetjük annak, hogy jó, vagy kellett volna még várniuk? Nagyon béta állapotú? Igazából láttátok, hogy bizonyos feladatokra nagyon gyorsan válaszolt, nagyon tökéletesen. Tehát ugye megpróbál minden feladatot megoldani, valamelyiket 100%-osan meg tudta oldani, valamelyiket 0%-osan, a matek feladatok azok teljesen kifogtak rajta. Ugye mi látható ezen a fotón? Tehát az egyest azt felismerte, ugye a sörös, vizes, poharas, üveges képet, hát ott mondjuk nem feltétlenül, hogy mi volt benne, de arra azt mondtuk, hogy oké, okay, az kettő, akkor a mémet elmagyarázta, az három, felismerte a pénzérmét, négy, megmondta, hogy hány, mennyi pénzünk van, az öt, megmondta, hogy milyen pénz, nem, ugye a magyar forint, hat, felismerte a filmet, az 7, a fotót felismerte, ugye a hősök terét, az 8, ami meg volt, a növényt felismerte, a leandert, az 9, a környezet ismeret feladatot, azt akkor, hogyha elmagyaráztuk neki, hogy pontosan a zöld vonal a sorhatároló, ott is egyet-kettőt tévedett, de itt nem megengedhető a tévedés, én azt mondom, maradjunk annál, hogy az nem sikerült, nem nagyon ismerte fel a kerékgumin az adatokat, tehát ott is ugye, ha már nem vízszintesen volt írva a szöveg, akkor gondjai adottak vele. Tehát ugye akkor ez eddig két hiba. A nyomtatott betűszöveget felismerte, trigonometriát nem oldotta meg, az három hiba, és a nyomtatott egyszerű matekodás összeadást nem oldotta meg, az négy, és a kutyát rosszul detektált, az öt. A 15-ből 10-et jól megoldott, és 5-öt rosszul, tehát a kétharmadát meg tudta oldani. Szerintetek ez jó arány? Lehet benne bízni? Vagy inkább mondjuk azt, hogy megtanuljuk azt, hogy melyik feladatokra jó, a többit meghanyagoljuk? Vagy legyen mindenre jó, amit akarunk? Mi a véleményetek róla? Kérek, írjátok meg kommentben, hogy szerintetek hogyan kellene ezzel foglalkoznia, vagy akár fejlesztenie tovább az OpenAI-nak, hogy mi az, ami tudna ezen segíteni, és ti mire használnátok.
Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót, természetesen jön a többi rész, mert mint ígértem, kb. 100 példát írtam fel, hogy mire lehet használni, és ez még csak 15 volt, úgyhogy még jó pár van belőle. Persze rengeteg minden van még, amiről szeretnék videót forgatni, de hogyha ez ilyen hosszú lesz, akkor azt hiszem kiüti a nyerekből a többieket, de ezt mindenféleképp szeretném befejezni, megnézni az összes lehetséges, általam felírt módot, amire lehet használni, de ezek csak ötletek, amik Twitterről vannak, mások próbálták, nekem felmerültek ötletként, vagy másoknál láttam, itt valamelyik csoportban is volt, aki írta, hogy mikre lehetne használni, azokat is felírtam példának. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, lájkoljátok, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, hogy értesítést kapjatok majd a további részekről, amik megjelennek, és köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!